Köszöntöm Önöket! Március 15-e, nemzeti ünnepünk, a Magyar Sajtó Napja, amely egyidős a rendszerváltással. 1990-ben ünnepelték először meg a Sajtó Napját, hiszen köztudott, hogy 1848. március 15-én született meg az első szabad sajtótermék. Ekkor jelent meg írott formában a Nemzeti Dal, és a 12 pontot is kiadták, amelyben szerepelt az, hogy legyen szabad a magyar sajtó. Úgy gondoltuk, hogy kedveskedünk Önöknek, és a mai napon beszélgetünk arról, hogy milyen a mai magyar sajtó, milyen a mai magyar sajtó stílusa, milyen a helyi újságírás, a helyi televíziózás, és ezeket teszem majd kedves kollégáimmal, ami szakmai és személyes egyéni tapasztalatainkra alapozva. De mielőtt ebbe belevágnánk, úgy gondoltuk, hogy nem bánják, hogyha megmutatjuk a magyar sajtó történetének főbb állomásait röviden egy percben íme. A magyar sajtó megszületésének előzményei egészen a Rákóczi szabadságharc időszakáig nyúlik vissza. A Mercurius Hungaricus, mint a korabeli több európai abszolutizmus által engedélyezett újság, az uralkodó és kormányzata közvetlen befolyása alatt állt. Később a felvilágosodás korának oktatási rendszerében az 1777-es Mária Terézia féle Ratio Educationisban a gimnáziumok számára is rendszeresítették az újságkollégiumot. Több lap latin és német nyelven volt olvasható. Kiemelkedő Mátyás evangélikus lelkész által létesített magyar hírmondó 1780-tól hetenként kétszer jelent meg, nem követte a hazai német nyelvű újságok jegyeit, hanem inkább folyóirat jellegű volt. 1806-ban az egyetlen bécsi magyar Mercurius mellett Pesten indult meg a Hazai Tudósítások című hírlap, ám azzal a megszorítással, hogy csak belföldi híreket szabad közölnie. Az 1820-as évek végén a Metternich korszak cenzúrája enyhült, a rendi politika széttagoltá vált és megnövekedett a magyar kultúra iránti igény is. Széchenyi lapja a jelenkor már az elsők közötti engedélyezett nyomtatott újság volt, utóda a Kossuth-féle országgyűlési tudósítások. Az 1830-as évek a magyar sajtó meggyökerezésének évei, ekkorra teret nyert a tudományos szaksajtó is. A sajtóélet kiformálódása az 1840-es évekre tehető, működnek az önállósult hivatásos szerkesztőségek. A Pesti Hírlapban a kor legjobban képzett fiatal reform értelmisége írt, köztük Szalai László, Báró Ötvös József, Trefort Ágoston. A Pesti Hírlap mellett Erdélyben az Erdélyi Napló volt a kor legnagyobb véleményformáló lapja, hasábjain Kemény Zsigmond vezércikkjeivel. 1848. március 14-én Petőfi éjjel ezt írt a naplójába. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Pesten március 15-én persze csak a polgári sajtószabadság elvét mondták ki, törvénybe foglalása hossza folyamat eredményeként történt meg. A tekintélyesebb lapok ezután a Pesti Hírlap, a Budapesti Híradó, Jelenkor és a Nemzeti Újság napi lapokká alakultak át, és újabbak is keletkeztek, például március 15-e, esti lapok és a közlöny. A téma tehát adott, a vendégeimet köszöntöm, azért bemutatkozunk, hiszen úgy élik Nagy Ágnes szerkesztő riporter, Úsz Illés ügyvezető igazgató, és Hájer Zsigmond riporter szerkesztő, és hozzá kell tenni, hogy sportújságíró. Kimondottan egyénileg ezt a területet fogod most itt a beszélgetésünkben képviselni, és ez nagyon fontos, hiszen ennek a történetéről is tudsz mondani, és a helyi történetéről is tudsz mondani pár érdekes dolgot. Én úgy gondoltam, hogy nagyon nehéz ma úgy beszélgetni a sajtóról, hogy el tudunk vonatkoztatni attól, hogy honnan indult el a sajtó, és ebben a kis rövid összefoglalóban ezt próbáltuk megmutatni, láttatni, képekkel alátámasztani, és hová érkezett meg ma 2016-ban, hogyan változott, hogyan fejlődött, és igaz, hogy ennek egy részét mi csak a történelemkönyvekből látjuk, de vannak olyan aranyszabályok, amelyek talán ma is vonatkoznak az újságírásra. Talán szót azért tettem, mondom, mert nem mindenki tartja és tarthatja be manapság, Zsiga. Te mit gondolsz erről? Hát kezdjük a végével, aztán még rengeteg idő áll előttünk. Hát hová jutott el? Én azt mondom, oda jutott el, hogy most ott tartunk, hogy amiről nem beszélünk, vagy amiről nem számol be a tévé, vagy a rádió, vagy nem írja az újság, az nincs. És oda jutott el, hogy most már gyakorlatilag másodperceken belül megjelennek a közösségi média oldalain azok a történések, legyen az egy pozitív vagy egy negatív, gondolok itt a párizsi merénylet az elmúlt évben, percekkel után már láthat az egész világ. És hogy honnan indult el, aztán majd szépen visszafejtjük, vagy onnan elindulunk, hogy hová jutott. Most itt tartunk, aztán kérdés az, hogy még innen hová juthat.
Te a technikai fejlődésre gondolsz elsősorban. A technikai fejlődése is, gondolsz. Meg arra is, hogy egyszerűen igény van az embereknek arra, hogy azonnal olvassanak, és azonnal meg tudjanak mindent. Nekem egy ismerősöm mondta nemrég, hogy lehetsz anélkül tájékozott, hogy nem olvasol újságot. És én ezen annyira meglepődtem, hogy igaza van, mert gyakorlatilag tényleg ma már mindenki az internet előtt ül, és figyeli, szívja magába az információkat, a híreket, és talán még egyes hírekről gyorsabban is tájékozódik, illetve informálódik a privát ember, mint mi újságírók. Tehát nagyon nehéz a ritmust fölvenni és tartani. Igaz? Hát ez biztos. Az előző kérdésedek gondolkodtam el, hogy, hogy hova fejlődött az újságírás. Hogy azon elgondolkodni egy picit, hogy egyáltalán ki az újságíró, vagy mi értelme van ennek az egésznek. Vagy ehhez szorosan kapcsolódik ez, hogy nem olvasunk újságot, de tájékozottak vagyunk, tehát hogy ki a tájékozott. Nyilván nem szeretnék ilyen filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de azt gondolom, hogyha a modernségről beszélünk, akkor meg amit Zsiga is említett, a technikai kérdéseket, hihetetlen technikai fejlődés van e mögött is. És hát ugye mindig, amikor jött valami új, akkor mindig azt gondolták, hogy ez megöli a következőt, hogy ha megjelent a rádió, akkor senki nem fog újságot olvasni, jött a tévé, az meg fogja ölni a rádiót, az internet, az meg fog ölni mindent. De hát úgy tűnik, hogy mégsem, tehát hogy ezek nagyon jól kiegészítik egymást, meg jól működnek egymás mellett, és ami szerintem a modernségnek, vagy ennek a földgyorsult életvitelnek a legnagyobb, mondhatjuk azt, hogy hátránya, vagy ami miatt ezt a tájékozottságot én legalábbis, és ez abszolút magánvélemény, azért fenntartásokkal kezelem, hogy az emberben hihetetlen információ éhség van hírekre, aztán ezen el lehet gondolkodni, ebből mi a pletyka, meg mi az új információ, hogy mire kattintunk rá, meg milyen fajta tartalmakat próbálunk olvasni, de az tény, hogy az emberekben ez a hihetetlen technikai fejlődés annak is köszönhető, hogy kioldhatatlan az embereknek az információ éhsége, legyen szó bármilyen információról, bulvárról, vagy akár politikai hírekről, de hogy ezt az éhséget etetni kell. Tehát, hogy és ezért egymás mellett tudnak ezek a médiumok működni, és épp ezért izgalmas, amit mond Zsiga is, hogy hova fog ez fejlődni, tehát hogyha megnézzük, hogy a közösségi oldalak is egyre inkább alakulnak át tartalomszolgáltató oldalakká, vagy hogyha már önmagában csak a Facebookot nézzük, akkor is inkább ott nem a ismerőseinkre vagyunk konkrétan kíváncsiak, hanem hogy mi történt velük, tehát ha úgy veszük, azok is valamilyen módon azok is hírek a többiekről. Igen. Na de erről majd úgy is beszélgetünk majd, hogy mi az, hogy hiteles információ, meg hogy milyen oldalakról érdemes tájékozódni, de amire én gondoltam még, és a talán szót oda tettem, hogy azért vannak és betartani érdemes aranyszabályok az újságírásban, és akkor most mindegy, hogy elektronikus újságírás, vagy papíralapú újságírás, amit azért az újságíróknak nekünk figyelni kell, és meg kell fogadni, attól függetlenül, hogy most az etikai kódexben benne van, vagy nincs, szerinted, Ági? Nyilvánvalóan nagyon kell erre figyelni. 13 éve dolgozom a Kölcsei Televíziónál, és nagyon-nagyon sokat tanultam az elődeimtől e tekintetben, hogy mi a hír, mi a hír. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, ami sokakat érdekel. Mi a hír? Az, ami tragikus esetleg? A hír az ma van. Ha holnap adjuk, az már legenda. Tehát ezen érdemes elgondolkodni, amikor naponta többször is átnézem a híroldalakat, hogy mi az, amit ma meg tudunk fogni minél hamarabb. És ebben nagyon-nagyon nagy segítségünkre voltak ezek a technikai fejlesztések, akár a mi televíziónknál is, hogy mennyire gyorsan tudunk ma már dolgozni. Tehát biztosan emlékszel még te is, amikor kezdtük még itt a szakmát, hogy milyen nehéz volt, kazettára dolgoztunk, aztán körülbelül másfél-két óra volt egy híradós anyagnak a megírása, kiszkriptelése. Most már ez lerövidült legalább körülbelül 20-30 percre. Sőt, kézzel is értünk, igen. És hogy mennyire tudtunk ehhez alkalmazkodni, meg hogy mennyit kell még nekünk ahhoz fejlődni, hogy tudjunk ehhez a gyorsasághoz és ehhez a hírészséghez alkalmazkodni. De... Most ezt csatolhatok, ha közben vágok egy történet, hogy említetted a sportot, ha nem 100 éve, 90-es évek közepén, ami 20 éve, a Kelet-Magyarországnál dolgoztam, és a hétvégi futballmeccsek eredményét úgy szedtük össze, hogy vonalas telefonokon hívtunk fel TSZ irodát, kocsmát, a rendőr szolgálati lakását, mert ő tudta, és ő mondta el az összeget. És ők voltak helyi hírügynökségek, és ugye erre, hogy milyen gyorsan megjelenik a hír, és ez megjelent ugye a szombati meccsek hétfőn, és akkor még frissnek számítottak. De mondjuk volt egy hétfői labzárta, és a labzárt után pár percen mondjuk 4-10-kor történt valami, az már csak a szerdai újságban került bele, és az is friss volt, mert szerdán olvasta el az újságolvas, és nem volt konkurencia, mondjuk megyei szinten.
Még az jutott eszembe a híréjség kapcsán, hogy híréjsége mindig is lesz az embereknek, amik kíváncsisága van. És ugye mindig kíváncsiak és mindenre kíváncsiak, nekünk viszont nagyon nehéz a dolgunk, nagyon nehéz a feladatunk, hogy szelektáljunk, hogy mi az, amire kíváncsiak az emberek. Mi honnan tudjuk ezt felmérni, hogyan tudunk súlypontozni? Helyesen vagy jól? Ezt már oda sem merem tenni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mondhatom megint először, mert megint csak visszacsatolok erre a novemberi párizsi merénylet. Olyan helyen voltam, hogy két napig nem tudtam megnézni semmilyen oldalt, tehát nem volt internet hozzáférés, és két nap után már le kellett az oldal aljára görgetni, hogy az előzményt megtaláljam. Tehát két nap alatt akkor, amikor a világot ezt foglalkoztatta, bejött annyi új hír, hogy már az előzmény maga a történés, ami aztán péntek este történt, vasárnap reggel már a hírek... Igen, már alulra került. Mert jött be rengeteg új valami, vagy érdekelt az embereket, vagy nem, de fejlesztettek. De nekünk is minden nap súlypontozni kell. Minden nap... De nagyon sokat találkozunk ugye civil emberekkel, akik nem televíziónál dolgoznak, és folyamatosan felvetnek témákat nekem például úgy, hogy nem is tudják, hogy ő témát vetett föl nekem. Elmondja, hogy ezt láttam ezen és ezen az utcán, mit gondolsz, vagy ez történt, neked erről mi a vélemény, és elgondolkodok rajta, hogy ha ez érdekli őt, akkor lehet, hogy még másik százat vagy ezret is érdekel, és akkor nyilván az már egy alap ahhoz, hogy forgassuk ezt le, és akár még az elejére is kerülhet a híradónak. Tehát ez legalábbis én szoktam így ilyen felméréseket végezni így az ismerőseim körében. És akkor megint ott a másik kérdés, hogy ami nekünk fontos, az hogyan jelenik meg máshol, és ami máshol megjelent, az nekünk fontos-e? Ez az örök dilemma. Igen. Hát a nagy dilemma igazából, amit és ez megint szigor a magánvélemény, amit külön kell választani. Beszéltünk erről a fajta híréjségről, ami hogy igazából kritikátlan, és ezt most a szó nem negatív értelmében mondom, hanem gyakorlatilag új információ bejön, megeszem, és már el is felejtettem. Tehát, hogyha szoktam barátaimmal, amikor ilyenekről beszélgetünk, vagy ilyen filozofálunk, akkor hogy mondjon már kettő darab híradós tudósítást, amit tegnap látott a híradóban, vagy mondjon egy darab újságcikket, amit három nappal ezelőtt olvasott, és nagy valószínűséggel nem fog rá emlékezni, sőt a saját tapasztalatai alapján, mert lehet, hogy ez inkább csak a baráti körből árulkodik, de nagyon nehezen tudnak fölidézni híradós anyagokat vagy tudósításokat. Tehát van egyfajta híréség, ami csak arról szól, hogy föllépek azokra a weboldalakra, bekapcsolom a tévét, tévészörfölök, kattingatok, lesetekerem a weboldalt, ugye vannak erről ezek szinte már közhely ez a felmérés, hogy az embereknek több mint fele gyakorlatilag a weboldalon sem teker le, nem hogy mondjuk az újságba lapoz kettőt, tehát hogy ez ezzel tisztában kell lenni. Tehát van ez a fajta híréség vagy információiség. A másik feléről pedig van, amit meg klasszikusan szoktak mondani, és abból van szerintem sokszor félreértés, mikor ezt a kettőt összemossák, hogy az információ pedig hatalom. Itt pedig az, hogy mi az a tudás, az az információ, amit nekem tudnom kell ahhoz, hogy az én életem jobb legyen, vagy hatással van az én életemre. Tehát most itt nem csak egy, nem tudom, egy adótörvény változásáról beszélek, amiről nyilván tudnom kell, hogy ez működjön. Vagy akár ugye az újságírás történetében a klasszikusként szokták emlegetni a Waterloo-i csatának, hogy ki tudta két nappal előbb, hogy mi lett az eredménye, és ez befolyásolta a tőzsdét. Hogy ez a fajta információ, ez megint egy másik rész az újságírásnak. És hogy ebbe egy újságíró hogyan tudja eldönteni, hogy melyik az, amelyik fontos, melyik az, amelyik nem fontos, hát nyilván egyrészt az örök mániám, hogy amit el szoktak felejteni, mikor mondják a médiára, hogy az a hatalom, és hogy az ott az újságírók, hogy azért van-e körül valami misztérium, hogy hát nyilván itt egymás közt mondhatjuk, tehát hogy az újságíró és ember ugyanúgy be kell menni értekezletre, ugyanúgy lehet rossz napja, ugyanúgy utálhatja, és bele lehet fáradva éppen az aznapi munkájába. Tehát ő is maga kapásból egy fokmérője a dolognak, hogy mi az, ami hír, ami őt érintheti. Vagy hogyha találkozik, amit Ági mondott, találkozik emberekkel, meg hát ők is ott élnek, ahonnan tudósítanak, tehát hogy ezeket a híreket ki tudják találni. A másik fele az pedig, hát ami lehet ezt csúnyán fogalmazni, ezt szokták bulvárnak hívni, ami érdekes, amiről utána lehet dumálni, amiről te hallottad, amiről lehet csacsogni, ez egy dolog. És ezt a kettőt szerintem ezt nagyon fontos külön választani, és sokszor, amikor ilyen meddő viták vannak arról, hogy a média, vagy a kereskedelmi, vagy közszolgálati televíziózás, meg újságírás, meg objektív, meg szubjektív dolog, hogyha ezt a kettőt összekeverjük, akkor válnak ezek meddő vitákká, szerintem legalábbis. Ha az újságírásban még szét is tudjuk választani, és arra törekszünk, hogy szétválasztjuk, nem biztos, hogy a néző, a hallgató, vagy
az újságíró, vagy az újságot olvasó szét tudja ezt választani, de erről majd még beszélgetünk egy picit. Azt mondtad az előbb, hogy olyan nagy misztérium övezi a mi szakmánkat. Mit hallottok? Én mostanában nem hallottam volna, hogy az újságírói szakma az annyira olyan túl misztifikált lenne, sőt, én valami olyasmiket olvastam nagy újságíróktól, hogy talán a szakmának a megbecsültsége ma már nem olyan, mint mondjuk, ha már itt a történetiségről beszéltünk, 10-20-30-40, de visszamehetünk hány évvel ezelőtt. Milyen folyamatokat láttok most, vagy mit éreztek most? Talán én dolgozom ebben a szakmában a legrégebben, úgyhogy nyugodtan állíthatom, hogy valamikor a társadalmi megbecsültsége, elfogadottsága lényegesen nagyobb volt, mint most. Talán ebbe ez is benne van, amit itt az előbb fejtegettünk, hogy most gyakorlatilag valaki egy jó mobiltelefonnal lehet újságíró. Egy kattintás, három sor hozzá, és már adják le a hírügynökségek. Csak hogy ehhez kötöm, amit mondtam, hogy a kettő közti különbség. Tehát hogy mondjam, egy balesetről, vagy egy nem tudom én, szupersztár éppen valamelyik étteremben kajál, és arról csinálunk egy fotót, erről ez nyilván ezt nevezhetjük újságírásnak. Ha szó klasszikus értelmében vesszük akkor ezt, és tényleg Isten látja lelkem, ez nem elitizmus, de mindig az egyik első tanáromnak a szavai jutnak eszembe, amikor az első anyagommal küszködtem ott, nem tudom én, hogy 15 értelmes magyar mondatot leírjon az ember, vagy mondjuk egy alapvetően komplex problémát, mondjuk egy adózási kérdést, hogy maradjunk ennél a példánál, értelmezni, tehát hogy az újságíró nem könyvelő, de mondjuk lehet, hogy aznap az a harmadik anyaga, de akkor értsenek, hogy ott mi van, mert ugye amit ő mondani fog, azt tehát nem az adóhatóságra fognak csúnyán nézni, hanem azt fogják mondani, hogy hülyeséget beszéltek a tévébe. Tehát egy kicsit legyen adószakértő, értse meg, tudjon úgy kérdezni, hogy azt ő föl tudja dolgozni, és ezt érthetően feldolgozva 15 értelmes magyar mondatba írja le, hogy ez érthető legyen. És ezzel vért izzadtam, akkor mondta a kollega, és ezt azóta is szoktam idézni, hogy rám nézett, és azt mondja, na illéském, a végén még kiderül, hogy ez egy szakma, nem? De ezért, és ez tényleg nem elitizmusnak szánom ez, de az, hogy látok valamit, és különböző fórumokon, vagy ennek ahol tere van, hírt adok, vagy mondok valamit, mert mondani lehet, tehát klasszikus, beszélni lehet, de hogy mondjon is az ember valamit, az két külön dolog. Hogy emögött azért van egy szakmaiság az újságíró, vagy az újságírás mögött. Tehát az, hogy én a Facebookra kiírok valamit, én ezt nem nevezném újságírásnak. És még egyszer mondom, ez nem próbálom ezt a piedesztára emelni az újságírókat, de vannak ennek komoly háttér, ha nem is kutatásai, de háttérinformációk, amikkel tisztába kell lenni. Kicsit bátrabban is fogalmazok, tehát mondjuk a blogírás, az nem biztos, hogy újságírás minden esetben. Egy újságíró ír még blogot, de hogyha most valaki csak belekezd egy ilyen, tehát ez hobbi szinten nagyon jól működik, meg a baráti kör elolvashatja, de egyébként az nem az információ forrás, ami hiteles információ forrásnak számít. Ezért mondtam, hogy ezeket nagyon külön kell választani, és a mai újságot olvasó és médiát fogyasztó ember nem mindig tudja ezeket elkülöníteni egymástól. Hát ezért is fontos az, és ez akkor már benne van az etikai kódexben, hogy az újságírónak felelőssége van, kötelesség, tudata a szakmája iránt. Tehát szerintem jó, ez a legalapvetőbb. És még azért most már 10 percre beszélgetünk lassan, mi mindig gyakorlatilag egy picit említve a bulvárt, a hírújságírásról beszélgetünk. Ettől függetlenül még az ebben, vagy pontosabban emellett, tehát kérdezted, hogy hová jutottál, azért vannak az újságírásnak olyan területei, amelyek nagyobb odafigyelés, bár rosszul mondom, esetleg egy mélyebb, többnapos munkát igényelnek, hiszen egy riportot írni, az gyakorlatilag az újságíráson belül is egy külön szakma. Jegyzetet írni, az megint egy másik szakma. Tehát azért ez a terület is olyan, hogy mindenkinek megvannak azok a területei, amelyhez jobban vonzódik, vagy jobban szeret, vagy jobban ért, és azt valaki a kezébe vesz egy újságot, vagy megnéz egy kicsit, hazabeszéljek mondjuk egy olyan műsort, amit Ági csinált, ami esetleg bizonyos foglalkozásokat, vagy régi, akár már elfelejtett mesterséget mutat be, az ugyanolyan fontos, meg értékes, meg talán jobban megmarad a fejében, mint az a hír, ami két nappal ezelőtt láttam, és amit Illés mondott, állítólag felmérés, meg tudósok által bizonyított, hogy az ember az előző nap vele történteknek a 40%-át másnapra elfelejti. Tehát ebben a hírzuhatagban, és megint csak a hírt mondom, rengeteg minden kiesik a fejedből, viszont egy olyan dolog, ami esetleg meg fog leültetni a tévé elé, vagy az újságot a kezedbe veszed, hétvégén is van időd 3 oldalas riportot elolvasni, az talán tovább megmarad. Ti átszerkeztettétek az én műsoromat, most elmondom. Nem szándékosan. Nem szándékosan, mert elkezdtetek beszélni a bulvárról, meg a szenzációról, meg arról a másik műfajról, amit mi egyébként nem gyakorlunk. Bocsánat, és én a misztériumhoz még szeretnék valamit hozzátenni, hogy kérdezted, hogy övezi ezt a még misztérium, és igen, méghozzá pontosan azért, amit itt a fiúk mondtak az imént, hogy gyakorlatilag
gyakorlatilag mi lefordítunk akár egy 2-3 órás konferenciát, akár egy bírósági, egész délelőtt tartó bírósági tárgyalást egy percben, vagy másfél percben. És ehhez nyilván kell egy szakmai tudás, és ezt misztérium övezi valóban. Emlékszel, egyszer te vetted fel a telefon, soha nem felejtem, az volt az első szakmai élményem, hogy bírósági tárgyalásról visszajöttem, és Kozma bírónő telefonált, hogy hogy tudtad ezt így összefoglalni másfél percben, és olyan büszke voltam, hogy na, akkor sikerült. De ez volt az első igazán nagy sikerélményem. És szerintem ezért is övezi misztérium. A másik pedig az, hogy nem úgy nézünk ki, mint az átlag napjainkon. Ugye nyilván szépen föl vagyunk költözve, szépen ki vagyunk sminkelve, úgyhogy ez is egy olyan misztériumot ad neki, igen, ami olyan varázsos szerintem, még a mai napig, és szerintem ez így is fog maradni. Ez nagyon jó gondolat, és fogjuk is innen folytatni, Ági, csak hogyha már tényleg megtörténk a műsoromnak a szerkezetét, Illés és Zsiga, és elkezdték a bulvárt és a szenzáció műfajait emlegetni, akkor én találtam Harsányi Zsolt, műfordító, író, 1900-as évek elején írt aktívan, a II. Világháború előtt halt meg, és óriási szenzáció, találtam egy ilyen kis novelláját, most figyeljétek, a szöveget tetszeni fog. Fülöp úr, riporter. Semmi más a világon nem létezik számára, csak a riport. Ha egy nevezetesebb személyiség a délelőtti órákban tér örök nyugalomra, ő ezt személyes sértésnek veszi, mert reggeli lapnál dolgozik, a nevezetes haláleset érdekességét pedig ilyen esetben az esti lapok aratják le. A szenzáció, ez Fülöp úr örökös vágya. Igazán nem a havi fizetésért dolgozik ő alapjában, neki a szenzáció olyan, mint az iszákosnak a barackpálinka, vagy az oroszlánnak a kövér antilop. Ha nem találkozik szenzációval, nem tud szenzáció nélkül élni. Ha sokáig nem történik semmi, sápat, kedvtelen és étvágytalan lesz. Tehát így karikatúrával így lehet leírni a szenzáció éhes újságírókat, és az jutott az eszembe, hogy csinálunk hírt, vagy történnek hírek, és arról adunk számot. Ez is egyfajta misztérium, amit kívülről gondolnak az emberek, hogy ez megtörtént, és akkor hír, vagy nem történt meg, csak bekövetkezhet, és abból lesz hír. Tehát, hogy hogyan is gyártjuk idézőjelben a híreket. Tőlem nagyon sokszor és sokan kérdezték ezt már meg. Még egy mondatot, mielőtt erről beszélünk, a misztériumhoz, ha tegyek már hozzá, felolvastad és mondtad az évszámot. Csak hogy vetted a célzást, hogy jó lenne, hogyha kordában tartanák. Nem sikerült kordában. Hogy én ismertem még annak idején, Budapesten kezdtem el újságírással foglalkozni, olyan kollégákat, akik még 50-es, 60-es években dolgoztak, és talán az is, hogy egy olyan életvitelt éltek, ami nem az átlagos volt. Tehát nem voltak telefonok, nem voltak mobiltelefonok, vonalas telefonok voltak, a késő esti rabzárták, délbe kezdtek el dolgozni, 11-ig aludtak, ott kellett lenni a helyszínen, bárhol egy színház újságírónak, a színház vagy sportújságírónak az adott csapatánál, tehát egy teljesen átlagtól eltérő, így van, életet éltek, nem éltek rosszul, tehát valamilyen szinten picit irigyelték is őket, talán, amit Ági mond, azért jól öltöztek, olyan helyekre jelentek meg, ahová átlag ember nem jutott be, biztos ez is hozzárakott ehhez a média körül, vagy pontosabban újságírók vagy tévészereplők körül kialakult, azóta kialakult imáshoz, amire a mostani világ meg rá is erősít. Tehát és akkor térünk vissza. Igen, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy akkor hogyan gyártjuk a híreket? Hogy is? Mi történik előbb? Tyúk vagy a tojás esete? Hát amikor én szerkeztem a híradót, nekem nagyon alapvető fontosságú a segítségnyújtás. Nem tudom, hogy ez más híradó szerkesztőknél hogyan történik, de például nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy agrármegye vagyunk. Akkor nézzük meg, hogy mivel tudunk most éppen segíteni, milyen pályázati forrásokra lehet felhívni a figyelmet. Tehát próbálok olyan dolgokra fókuszálni elsősorban, amivel segítséget tudok nyújtani, és utána jön a szórakoztatás és a tragédia, vagy bármi más a híradóban. Nekem legalábbis ez az alapelvem. Nem tudom, a többiek. Igen, hát nyilvánvalóan azt nézzük meg, hogy mi történik körülöttünk, a közéleti műsorban is, most hogyha így a magunk műfajába átevezünk, akkor az a lényeg, hogy egy kicsit mélyebben lássanak rá dolgokra. Ugye mondtuk, hogy hírműfaj. Nagyon sok évvel ezelőtt nagyon sok újságíró merte és vállalta elmondani, hogy manapság ez a média fogyasztásnak az átka, hogy csak híreket gyártunk, és nincsenek jó hírháttér műsorok, nincsenek jó riportanyagok,
ami tényleg nem három sor az újságban, hanem lapozni kell még egyet. És akkor végig kell olvasni, és akkor érünk a végére, és akkor vonhatjuk le a tanulságot, vagy rávilágítani valaminek a következményére, vagy az egyeditől haladni az általános felé, vagy az általánostól visszafelé az egyedi felé. Ugye ez lenne a riportoknak a lényege, hogy valahonnan elindulunk, és valahová eljutunk, és őszintén szólva én mondjuk örülök neki, hogy foglalkozhatom ilyen anyagokkal, és hogy lehetőségem van egy kicsit többet is közvetíteni egy-egy hírből a nézők számára, mint amit egyébként úgy felületesen olvasna valahol, akár egy hírportálon. Úgyhogy én ezt hiányolom, hogy kevés a riport, kevés az a tényfeltáró, okfeltáró, de nem oknyomozó, mert az már egy kicsit más irányba megy el. Szerintem azt mi magyarok nem tudjuk olyan jól csinálni, mint mondjuk a britek vagy tengeren túlon, de a vélemény műfaj. Nem látok jó vélemény műfajt újságokban sem. Engem zavar például az, hogy az emberek, nem fogunk itt politizálni, de nagyon figyelik, hogy melyik újságban mit olvasnak el, és főleg a véleményeknél. Ha ezt elolvastam, a másikra már nem vagyok kíváncsi. Nyilván mi újságírók vagyunk, tehát mi el fogjuk olvasni mind a hármat, mind az ötöt, nem mondom akkor, hogy kettődelmet, de hogy valahogy rá lehetne az embereket erre nevelni, hogy legyenek nyitottak. Például ebben is, hogy másfajta műfajokat is olvasgassanak, és nézzenek meg, nem? Csak ehhez is kell majd egyfajta dinamizmus, amivel ezt föl tudod dobni, akár a te műsorodról is beszélünk. Ugye, mint ahogy egy hosszú cikket nem olvasnak el, egy hosszú riportot nem néznek meg, hogyha nem olyan az a műsor, ha nincs rajta olyan vágókép, ha nem olyan dinamikus a képi világa. Tehát ehhez is alkalmazkodni kell, és így szerintem rá lehet venni az embereket. Nem is rávenni, élvezni fogja azt a műsort, akár azt a 8-10 perces beszélgetést is, amire egyébként azt mondjuk, hogy hú, az már egy kicsit hosszú lehet, hogy egy témára. Nem. Ha az úgy van földolgozva, akkor az igenis tökéletes tud lenni, és szórakoztató is egyben, és információdús. A tévéről beszélünk, írésre tud pontos számokat, olyan 5-6 órát töltenek talán ma Magyarország az emberek a tévé előtt, de szerintem a 90%-át háttértelevíziózással. Közben tesznek, vesznek, olvasnak, mosogatnak, főznek, és legfeljebb odakapja a fülét, vagy odakapja a szemét, olyasmit, ami érdekli, de nem biztos, hogy mondjuk 15 percig ott fog ülni, mert közben felrottyan a pörkölt, aztán keverni kell rajta. Aktívan egyébként több mint 6 órát nézek aktívan, átlag. Tehát ebben nyilván benne van, aki egyáltalán nem, és van, aki 12 órát ül a tévé előtt, de átlagosan több mint 6 órát töltenek televízió nézéssel a magyar 25 év fölöttiek. De egy mondat erre, hogy a néző vagy a valami hír, tehát van... Egy történelemtanárom mondta még annó, hogy valamilyen, ez a tipikus brit tudósok, de egyébként könyvből olvasta, tehát nem egy ilyen legenda volt a dolog, hogy azt hasonlították össze, hogy mennyi információ ér egy modern embert ahhoz képest, mint amennyi érte mondjuk a középkorba. Tehát ő erre azt mondta, hogy ha valaki életében egyszer látta Mona Lisát mondjuk a Da Vinci kortársa, akkor az egy életre szóló élmény volt. Egy átlag 6 éves, meg kb. 1500-szor látta már a Mona Lisát különböző reprókban, és tehát hogy immunissá is válik az ember. Tehát ez, hogy mi lesz érdekes, akkor a zajban él az ember. Egy barátom szokta ezt cinikusan mondani, bár egy jól hangzó mondat, hogy mindenki hazudik, de nem baj, mert senki nem figyel. Tehát hogy gyakorlatilag egy hatalmas zaj van az ember körül, amiből nagyon nehezen tudja ő is kiszűrni. Hogy mi az, ami számára fontos, hogy mi az, ami érdekes lett. Tehát ami Fülöp úrról van szó, akkor volt még 3 újság. Tehát onnantól gyakorlatilag, ha elolvasta valaki, bement az újságára, és ez vetett 2-3 lapot, ha azt ő elolvasta, nagyjából itt vége is a dolognak. Itt vége a dolognak. Most a weboldalak, a tévécsatornák, tehát egyszerűen olyan túlkínálat van, amiben az emberek szerintem óhatatlanul van benne egy önvédelmi reakció is, hogy hát ez meg bele lehet ebbe bolondulni. Főleg, hogyha egy dologról ezt gondolják, azt gondolják, így gondolják, amúgy gondolják egy idő után, az ember ugyanolyan, jó, én sehogy nem akarom gondolni, hagyjanak engem békén, volt nekem elég bajom a munka után, hogy le akarok dőlni a kanapéra és szórakozni, mondjuk. De a másik feléről én a nézőkben, vagy az olvasókban annyira pedig abszolút hiszek, hogy van egy kínálat, és abban meg kell, hogy tudja találni azokat az információkat, vagy azokat a híreket, amire neki szükség van, tudjon szórakozni, tehát ez a bulvár az alapvetően nem rossz és gonosz, és arra szükség van. Meg ugyanúgy szórakoztat, ugyanúgy pihented. De a másik oldalról, ha valakinek kérdése van például az agrártámogatásokkal kapcsolatban, akkor ő tudni fogja, hogy ő szóval keresse meg. És akkor az nagyon fontos lesz, akkor ő ezt keresni fogja. De hogyha ennek nem lenne meg ez a kínálata,
akkor elég nagy bajban lenne. És azt gondolom, hogy egy helyi újságírónak például, mint ahogy ha megnézzük az amerikai médiapiacot, vannak országos csatornák, ahol az országos csatornákon mennek az iszonyatosan költséges showműsorok. Ez mindenki láthatja, egyen. Az teljesen tök mindegy, hogy ez Floridában vagy Kaliforniában nézem, az pont ugyanolyan lesz a tehetségkutató. Ezen felül vannak kábelcsatornák, amit nem ér el mindenki, de előfél. Ott lehet kicsit meredekebb tartalom, legyen az lövöldözés, vagy lők, vagy bármi. És egyébként vannak mindenhol országos híradók, de mindenhol a helyi médiumoknak, a rádióknak, a televízióknak megvan a szerepe, mert azokat az információkat, ami meg az én életteremhez szükséges, hát én Nyíregyházán sem tudok azonosulni a Győrben élő kollégával, mert egészen mások a problémáink, bár egy országban lakunk, és akkor még nem beszéltünk egy kontinensnyi országról. De akkor pedig a helyi szinten megkapom azt, amit olyan mértékű és olyan fontosságú információkat, amiket én föl tudok dolgozni, és valószínűleg engem érintenek. És ez még Magyarországon ebben még picit le vagyunk maradva, mint de ahogy... De Nyugat-Európában ez már tendencia, nem? Hogy először abszolút, a helyit nézik meg, és aztán következik viszont csak az országon. Én elég sok embert ismerek, aki nálunk is előbb megnézi a mi híradónkat, aztán majd az ismétlését az országos, tehát meg kíváncsi rá, hogy itt mi van. Hát de pont, ez a dolga a helyi médiumnak. A másik, amit mondtál, hogy ugyanakkor ez a függetlenség, objektivitás kérdése, ami szintén most nem, hogy itt a nem Nyugat-Európával akarok példálózni, mert arról is lehetne nagyon sok rosszat mondani, tehát nem biztos, hogy az a jó. De például önmagában az újságíró szakma megbecsültségének, hogy például még Nyugat-Európában teljesen átjárható mondjuk a politika és az újságírás. Tehát lehet, hogy egy újságíróból lesz 10 évig politikus, és utána ugyanúgy lehet hiteles újságíró, mert művelt, mert képzett, mert letett valamit az asztalra, mert nyitottan szemléli a világot, és értelmezően analizálja az őt körülvevő dolgokat. Magyarországon még, nem mondom azt, hogy ez itt abszolút nem működik, de még inkább egyirányodott újságíróból lehet politikus, de fordítva ez még nem nagyon működhet. De ez az egész dolog, ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem ez érettség, meg folyamat kérdése, hát ahogy a bevezetőben is elhangzott, tehát 90 óta beszélünk szabad sajtóról, ahol újságírók van, tehát ha úgy veszük, akkor még ez a szakma még mindig éppen forja magát, tehát a nagy klasszikusok Vitraitól nézi, senkinek nem volt újságíró diplomája, vagy tehát még a mai napig is az újságírók nagy része magyar tanár, vagy érdeklődő ember, vagy nyitott, vagy sőt, ha jobban belegondolsz, azért értelmiségi mondhatjuk ki, hogy... De ez az értelmiségben csak annyi, hogy kíváncsi a világra, vagy érdekli sok dolog a világból, és és azért ehhez kell idegrendszerhez befogadni ezt a mennyiségű információt, mert amitől az ember kikapcsolja a tévét, az újságíró pont magára próbálja húzni ezt a információs vödröt. Beszélgetnék még szerintem, de a műsoridőnk az lejárt. Legközelebb is összeülhetünk és beszélgethetünk, nem csak a Magyar Sajtónapján, hanem máskor. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek, a nézőknek a figyelmet, viszontlátás. A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.